A magyar hardpopot játszó Fish zenekar kezdte a koncertek sorát pénteken este. A zenekar 1999-ben alakult meg, és néhány év alatt ismerté vált a magyar könnyű zenei életben. Őket a Punani Massive követte. A társadalomfánkot játszó zenekar idén ünnepli a 15 éves születésnapját. Úgy gondolom, hogy gyönyörűféle felmenetben van a zenekar, mert hogy a kis kétszemélyes és három DJ-vel megáldott formáció, ami annak idején elindult, az már egy tíztagú élőzenekaros megszólalásig terebélyesedett ki, ami szerintem egy jó vágás, jól álló történet. És nagyon sok minden történt ez alatt a 15 év alatt. DJ-k jöttek, mentek, zenészek becsatlakoztak, kijött egy pár lemez, az 100 fős, 10 fős nézőseregből óriási tömegek lettek. Mind a mai napig ugyanolyan lelkesedéssel dolgoznak és járják az országot, hangsúlyozta Meszes Balázs, de jövőbeli terveikről is beszélt. Állandóan dolgozunk. Most gyakorlatilag olyan 80-90%-os elkészültség állapotban van a próbaterem és stúdiónk így egyben. Itt nagyon jó alkotóteret hoztunk össze. Elég sokat vagyunk kint, próbálunk, gyakorolunk, csináljuk a számokat, aztán most itt vagyunk Cegléden, megcsináljuk ezt a kis koncertet, veszünk egy hatalmas levegőt, és egy ilyen óriási zuhatagként elindul a fesztivál szezon. Utánuk a Brains zenekar következett. A formáció lényegében drum and bass alapú dalokat játszik. Szombaton a Pataki Művek kezdte a sort, majd őket az Edda Művek követte. Vasárnap Szikora Róbert és az Ergo zárta a sort. Az énekes arról beszélt, hogy mi az, ami nagyon fontos, hogy működjön a színpadon. Annyit tanultam meg, hogy hideg legyen az agy, de mindig forró a szív. És ez egy nagy igazság. Tehát mindig az ösztönt azt be kell, hát magyarul ezt nem lehet jól elmondani, de be kell kapcsolni az ösztönt, hogy az mindig működjön az ösztönöd. De mikor már gyakorlatilag nyúlsz oda és rutinból csinálsz, akkor valamit elvesztesz nagyon. És akkor nagyon-nagyon jó, ha újra törsz, zúzol, vagy olyan vagy, amilyen vagy igazándiból. És akkor hitelessé válsz magad előtt. A zenekarnak már 2020-ra is vannak felkérései, nagyon be vannak táblázva.